Következik az oroszlán szelidítő, aki minden körülmény ellenében dacolva az élet veszélyelfejét a jogrend szájába merészeli hajtani, hogy ezzel segítsen nála kevésbé szerencsés embertársait. Köszöntsétek a színpadon a TASZ ügyvivőjét, Toprocai Stefániát! Sziasztok! Kaproncai Stefánia vagyok, a Társaság a Szabadságjogokért ügyvezető igazgatója, oroszlán szelidítő. Kislánykoromban, az iskolában sok mindent igazságtalannak vagy értelmetlennek tartottam. Értelmetlennek gondoltam az iskola köpenyviselését, a tanórák rendjét, azt, hogy a diákok feladata csöndben hallgatni a tanárt. Végtelenül igazságtalannak tartottam azt a bánásmódbeli különbséget, ami köztem és cigány osztálytársaim között volt. Felháborodva vitatkoztam, amikor az egyik tanár azt mondta, hogy a melegséget nem szabad népszerűsíteni. Sokszor, amikor elmondtam a véleményem, az volt a válasz: ha nem tetszik a rendszer, el lehet menni. Ez a válasz mélységesen felháborít ma is. Örülök, hogy ma ennyien eljöttetek, hogy együtt ünnepeljünk. Mégis nap mint nap tapasztaljuk, hogy Magyarországon hatalmas a közöny. Ennek az az oka, hogy a közügyek alakítását, a politikát túl régen kisajátítja egy maroknyi ember. Az a jó polgár, aki a lehető legtávolabb tartja magát olyan kérdésektől, mint az utak építése, az iskolák működése, vagy a kiszolgáltatottak védelme. Bennünket ma a Tedd magad szabaddá jelszó hozott ide. Szabadság viszont csak ott lehet, ahol mindenkinek van beleszólása a közügyek alakulásába. A beleszólás ellehetetlenítését a kormány az állami rendszeren belül kezdte meg. Megcsonkították az Alkotmánybíróság jogköreit, és az általuk kijelölt emberekkel töltötték fel. Az alkotmányos rendszer lebontását kritizálókat idő előtt menesztették. A párbeszéd nem csak az állampolgárok és a kormány között szűnt meg, de nincs érdemi lehetőség a parlamenti döntés befolyásolására sem. Pár hét alatt lecserélték a köztársaság alapjait jelentő alkotmányt, majd a sajátjukat is ötször újraírták. Információ nélkül nem lehet döntéseket hozni, véleményt alkotni. Folyamatosan nehezítik az információhoz jutásunkat. Először jött a médiatörvény, és most itt az internet adó ötlete. Elég volt! Elég volt! A közügyei a mi ügyeink! Foglaljuk vissza a politikát! A TASZ és jó néhány civil szervezet még ezen a terepen is ért el sikereket. Kimondattuk, hogy az állam nem döntheti el önkényesen, hogy kinek a vallását ismeri meg. Elértük, hogy a pártoknak nyilvánosságra kell hozni, mire költötték a költségvetési támogatást. Megmutattuk a közügyekbe való beleszólás erejét. A súlyosan egyenlőtlen fővárosi választási szabályok ellen szervezett kampányunk során közel 200-an küldtetek panaszt az ombudsmani hivatalnak. Nem csoda, hogy a hatalom most a független civil szervezeteket támadja. Minden álságos magyarázat ellenére ez áll a norvég civil alap mögötti botrány mögött. Oroszországban és Azerbajdzsánban már korábban megkezdődött a független civil szervezetek megfojtása. Ott is a független, az államtól független pénzügyi források ellehetetlenítése volt az első célkitűzés. A kormányfő Tusnád fürdői beszéde figyelmeztetés mindenki számára. Aki kritizálni meri a kormányt,
aki szerint minden hatalomnak szüksége van ellensúlyra, az nem a haza érdekét szolgálja. Nem tetszik az a hatalom, ami azzal vádol, hogy nem a hazámért dolgozom, amikor beleszólást követelek a közügyekbe. Nem tetszik, de eszem ágában sincs innen elmenni. Ez a hatalom mindenkit kiszolgáltatottá tesz, a vállalkozóktól a közmunkásokig. Ez ellen egyetlen ellenszer van. Ha részt veszünk a közéletben, ha részt veszünk azon túl is, hogy 4 évente valahova behúzzuk az X-et, követeljük, hogy a hatalmukkal visszaélőket, a közpénzeket, pazarlókat vonják felelősségre. Ne csak legyintsünk, amikor a képünkbe vágják a választási rendszer átalakításával, hogy néhány polgár szavazata többet ér. Követeljük, hogy a magyar állam az itt élő, szabad és egyenlő állampolgárok közösségeként alakuljon újra. Ne fordítsuk el a fejünket, amikor az önkormányzatok honfitársainkat szegénységük vagy bőrszínük miatt nem kívánatosnak nyilvánítják. Tegyük magunkat szabaddá! Éljen a köztársaság!